Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Népszerű a csok, nőtt az eladott ingatlanok száma a Balatonnál. Van még elég albérlet Pécsen, az egyetemhez közeli ingatlanokat keresik a legtöbben. Rekordtermés Tolna megyében 6,6 tonnával itt a legmagasabb az őszi árpa termés átlaga. 400 kiállító és legalább 25 ezer vendég, augusztus 2-ától indul a Szentlőrinci Gazdanapok. Zokni stoppoláshoz hasonlította azt az 50 milliós energetikai pályázatot az LMP képviselője, amit Pécs Gazdasági Bizottsága írt ki. Kóbor József szerint ez az összeg nem elég a társasházak lépcsőházainak, közös helyiségeinek takarékosabbá tételére. Szerint azért döntöttek most, hogy a javaslatot tevő Összefogás Pécsért Egyesület képviselője pénzt osztogathasson. Kővári János szerint a zöld párt kampányüzemmódba kapcsolt, és ezért nem veszi észre, hogy valójában a lakosság közös költségeit csökkentik a pályázatban megvalósuló beruházások. 50 milliós pályázatot írnak ki a pécsi társasházak közös tereinek, lépcsőházainak energetikai megtakarítás célzó korszerűsítésére. Erről döntött a Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága csütörtökön. Mint ismert, júniusban döntött az ÖPE javaslatát jóváhagyva a közgyűlés erről a pályázatról. Most írják majd ki, ez dőlt el a bizottsági ülésen. Azonban az LMP képviselője kifogásolta a döntést akkor is és most is. Azt az 50 millió forintos keretet, amelyet Kővári János képviselőtársam, jelen pillanatban még képviselőtársam, aztán lehet, hogy majd alpolgármester, nem tudjuk, költhet erre a célra. Ezt egy kompaktabb programra kellett volna elkölteni. Az épület felújításra ez az összeg egyszerűen kevés, a panelépületek közös helyiségének a felújítására. Véleményünk szerint ez megint csak stoppolásra jó. Nem ért egyet a pénzügyi bizottság vezetője azzal, hogy zokni stoppoláshoz hasonlítja a lépcsőházak energetikai felújítását célzó pályázatot az LMP. 50 millió forintból az elég nagy stoppolást lehet végezni, tehát bízunk benne, hogy ez valóban sok száz családot tud pozitívan érinteni, tehát több lakóépületnél jelent ez majd komoly megtakarítást a következő időszakban, havi szinten is, illetve a közös költségben is meg fog mutatkozni, én azt gondolom. Az LMP inkább a PET palackos ivóvizet szüntetné meg ebből a pénzből az önkormányzati intézményeknél, újra üveges vizet gyártatna a Tettye forrásházzal. Kővári nem érti, miért nem áll a zöld párt az energiatakarékos program mellé. Ők inkább PET palackok nélkülözésére költenék ezt a pénzt, amit nem nagyon értünk, hiszen PET palackokat magunk elhagyhatunk ezeknek a használatát, annélkül, hogy bármilyen pénzt fordítanánk erre. Ugye ez a maga körte esete. Én úgy veszem észre, hogy tényleg az LMP szemét elvakította a kampány, és csak a kampány célként tud felfogni valamit. Ez egy nagyon fontos lakossági cél, és ahogy mondtam, a következő 10 évben szeretnénk ezt kiszélesíteni a város több területére is. Most 1000 lakáshoz kapcsolódó közös helyiséget lehet energiatakarékosabbá tenni ebből a pénzből, mondja a képviselő. Az előterjesztést végül elfogadta a bizottság. Kóbor József nem tagja ennek a testületnek, így csak véleményezhette, mint önkormányzati képviselő a pályázatot. Megnőtt az ingatlan vásárlási kedv Somogy megyében a kormány családvédelmi akciótervének köszönhetően. A fiatal házasok vagy csokot igénybe vevők általában azonnal beköltözhető használt lakásokat keresnek, többségében 20 millió forintos értékhatárig. Az ingatlan szakértők éppen ezért 10-20%-os áremelkedéssel számolnak az ilyen árfekvésű lakások, házak értékesítésénél. Újépítésű társasház Siófokon, az Ezüstparton. A lakások minden igényt kielégítőek, de áruk is ennek megfelelő. 1,1 millió forint között mozog négyzetméterenként. Az ilyen lakásokra még mindig óriási a kereslet, de elsősorban nem a fiatal házasok körében népszerűek ezek az ingatlanok. Ahol állunk például, és a hasonló értékes, igényes vízparti házaknál, ingatlanoknál és lakásoknál, nem jellemző az, hogy
bármilyen támogatás felhasználásával vásárolnak, készpénzes vevők érkeznek még mindig ide, minimális esetben kisebb piaci hitelt vesznek igénybe. Ugyanakkor a Balatonparttól távolabb eső településeken már érezhető a családvédelmi akcióterv népszerűsége, hiszen egyre nagyobb a kereslet elsősorban a használt, de jó állapotú, azonnal beköltözhető ingatlanokra a fiatalok körében. Mivel a jelenlegi családtámogatási rendszerben már használt lakásokra is igénybe lehet venni a különböző kedvezményeket, támogatásokat, ezért a használt lakások, a használt házaknak a piaca is fellendült. Mivel említettem is, hogy általában lakhatót keresnek, tehát olyan igényük van, hogy hamar tudjanak költözni, ne kelljen sokat felújítani, habár most az egyik támogatásnak a feltétele az, hogy nagy százalékban felújításra fordítsák a pénzt, amit az államtól kapnak, de ezt tapasztaljuk. Az új építésű ingatlanokra még mindig a Balatonparton van a legnagyobb kereslet, mondja a szakértő. Az ingatlanpiac élénkülése ugyanakkor magával hozza az árak emelkedését is. A vidéki eladásra kínált családi házak esetében már most 10-20%-os drágulás tapasztalható. Van még elég kiadó lakás Pécsen, ezt mondta az egyik közvetítő iroda vezetője. A szakember szerint a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése sem hoz majd változást, ráadásul a májusi árakhoz képest csökkenés tapasztalható. A legnépszerűbb ingatlanok az egyetemi kampuszok közelében vannak, kevesebben akarnak már a belvárosban lakást bérelni. Ilyen telefonnal készült videó kerül neki az egyik pécsi albérlet közvetítőnél, ezért nincs sorban állás az irodájukban. Most interneten keresztül foglalják le az albérleteket, csinálunk videót a lakásokra, és azokat küldjük el, és minden, úgymond minden diáknak van itt egy társa, aki segít kiválasztani, hogy melyik lakásba szeretne lakni. Elsősorban a külföldi diákok választanak így, akik majd augusztus végén, szeptember elején foglalják el az új szállásokat a városban. De a magyar diákok is az interneten keresnek először, majd az irodával egyeztetve személyesen nézik meg a kiszemelt lakást. Lénárt Melitta azt mondja, folyamatos az érdeklődés, nem várnak a ponthatárok kihirdetésére. Az egyetemhez közeli lakásokat keresik, nem a belvárosban szeretne lakni mindenki, mint régen. Kettőszobás panellakás az egyetemnél, az 70-től 120 ezer forint plusz rezsiért megy. A háromszobás, azt most jobban szeretik, mert össze szeretnének költözni, és az a 120-tól 150-es bérleti díjban mozog. Az új építésű ingatlanok árai lejjebb mentek. A két szoba plusz nappal is lakás díja 140-től 170 ezerig terjed. A belvárosi lakásokért a minőségtől függően lehet pénzt kérni, mondja a szakértő. Így a két szobásoknál 100 ezertől akár 160 ezerig terjednek az albérleti árak jelenleg. A pici kertes házakért 150 és 300 ezer közötti árat kérnek. Lénárt Melitta azt mondja, sok lakást vettek meg befektetési céllal. Ezért van még bőven kiadó lakás. Ebben a mappában például 250 ingatlan címét és ismertetőjét fűzték le azoknak, akik személyesen keresik fel az irodájukat. A nyári betakarítás a végéhez közeledik. Országszerte elmondható, hogy a 2018-as szezonhoz képest jobbak az eredmények idén. Az őszi árpa termés átlaga Tolnamegyében a legmagasabb, 1,2 tonnával jobb, mint tavaly volt. Ezt a Szekszárd melletti termőföldet már betakarították az idén. A nyári aratás lassan a végéhez közeledik, az őszi árpa betakarítását már az egész országban befejezték. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adataiból kiderült, hogy rekordtermést hozott az őszi árpa Tolnamegyében. Kiemelkedően jó eredményt értünk el, országosan az első helyen állunk a megyék között, 6,5 tonnás átlagtermés volt a megyében. Különösen jó volt a termés. A sárközben 7-8, esetenként 9 tonnás terméseket is betakarítottak hektáronként, de Tamási környékén is 7,5 tonna volt az őszi árpa átlagtermése. A megyében az őszi búza betakarítása is a végéhez közeledik, a termés átlagok 6-8 tonna között várhatóak. A szakemberek azt mondják, a tavalyi szezonhoz képest az idei betakarítási időszak sokkal jobb, mint amire számítottak, ez főként a termőföldek jó minőségének köszönhető.
Alapvetően mindenki alacsonyabb várakozásokkal volt a kedvezőtlen őszi és tavaszi időjárás miatt, és ehhez képest jobban teljesítettek. Tehát a várakozásokhoz képest jobban teljesítettek ezek a kultúrák, de mi is néztük a tavalyi adatokat, kicsi magasabbak a termésátlagokkal tavainál. 2018-ban tolnem egyében 5,4 tonnás termésátlagot hozott az őszi árpa. Az idei szezon végén azonban már 6,6 tonnával jelentették a legmagasabb termésátlagot a megyében. Beérett a magyar dinnye, már a piacokon, boltokban kínálják a jó minőségű hazai gyümölcsöt. Éppen erre hívta fel a figyelmet idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Dinnye Termelők Egyesülete Pécsen. Az ormánsági termést kínálták kóstolásra a Kossuth téren. Már 2 éve Matrica jelzi, hogy baranyai termelő dinnyéjét vásároltuk meg. Idén azt is megtudhatjuk az okostelefonunkkal, hogy pontosan ki ő és hol vannak az ültetvényei. Szeletelik az ormánsági dinnyét a pécsi Kossuth téren péntek reggel. Újra ingyen kóstolót kaptak az arra járók az idei termésből. Volt görög és sárga dinnye is. Ennek páratlan az íze, én úgy gondolom, mert nem az, amit elhoznak éretlenül, hanem itt érik be, és hazai fajta. Ezért keresik egyre többen a magyar dinnyét. Egy matrica és egy mobil alkalmazás segíti a vevőket abban, hogy biztos megtalálják a baranyában termelt finom gyümölcsöt. A fogyasztóktól mindig azt a kérdést kaptuk, hogy na de honnan tudjuk, hogy magyar? Honnan tudjuk, hogy jó a dinnye? Innen jött a matrica ötlete, mert hogy a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének is egy piros-fehér-zöld színek kombinációs logója, és gondoltuk, hogy ezt átalakítva valamilyen termelői azonosítóval létrehozzuk a dinnye matricát, és akkor ez a mostani dinnye jelölő. És mivel ezen csak azonosító számok vannak, jött a következő évben a következő kérdés, hogy na de ez honnan van és kié? Ezt lehet megtudni az applikáció segítségével, amit a Keresd a dinnyést elnevezéssel lehet letölteni jövő héttől. Az idei termés is kiváló, érdemes keresni a hazait, mondja az Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. A minőség szerintem egyre magasabb szintre kerül. Hál' Istennek a termelők már évtizedek óta termelik ezeket a növényeket. Magas szakértelemmel, magas színvonalon termelik, újfajtákat alkalmaznak, vásárlói igényeket meg szoktuk szondáztatni, megnézzük, hogy azért melyik ízlik úgy a vásárlónak, és én úgy gondolom, hogy ezt a termelők... Ezt átállnak ezekre a fajtákra, ezeket fogják termelni, ami jól eladható, méretbe, ízre, mindenre. A kamara pedig segíti a termelők piacra jutását a saját eszközeivel. Baranyában 150 hektáron termelnek görög dinnyét, 6000 tonna termés várható. További 10 hektáron pedig sárga dinnyét nevelnek a gazdák. Kaposszegcső egyike azoknak a településeknek, amelyek a Magyar Falu programnak köszönhetően fejlődhetnek. A Kaposmenti faluban a művelődési házat újítják fel 19 millió forintból. Ide egy ajtót tervezünk, amivel egy raktárhelységet tudunk megcsinálni. A tervezett fejlesztéseiket mutatja Kaposszegcső polgármestere. A település sikerrel pályázott a Magyar Falu programra, ami kulturális és közösségi terek fejlesztését teszi lehetővé. Kaposszegcső 19 millió 760 ezer forintot nyert, ennek a nagy részét a művelődési házra fordítják. A közösségi ház épület felújítására fogunk 14 millió 778 ezer 638 forintot fordítani. Itt a belső terek fogunk másképp kialakítani, a meglévő számítástechnikai termet le fogjuk zárni, egy raktárhelységet fogunk kialakítani. A művelődési házon azonban rengeteg a tennivaló. A belső terekben a járólapok süllyedését szeretnék kijavítani és klímát vesznek, mert a település polgármestere szerint a hőség nyáron elviselhetetlen a teremben. Kívülről pedig új homlokzati szigetelést kap az épület. Csapó Gyuláné azt mondja, a Magyar Falu program jót tesz a kisebb települések infrastruktúrájának, ezért örül, hogy nyertek. Olyan lehetőséget biztosít nekünk az önkormányzatnak, hogy a település lakossága felé úgy tudjunk nyitni, hogy amit meg is érdemelnek, hiszen ebben a faluban a lakosság tényleg normálisan határidőre fizeti az adót,
abszolút nincsenek nagy kirívó eseteink. A dombovári járásban Kaposszekcső nyerte el a legmagasabb összeget a Magyar Falu program első pályázatán. A programra az 5000 vagy ez alatti lélekszámú települések jelentkezhettek. 5 éves a legfiatalabb kiállító a Szentlőrinci gazdanapokon, derült ki a vásárt beharangozó tájékoztatón. Azonban nem csak ő, hanem további 400 gazda, cég, termelő várja majd az érdeklődőket augusztus 2-a és 4-e között a Baranyai városban. Gépbemutatók, állatbemutatók, különböző mezőgazdasági termékek a szántóföldtől az asztalig, ezeket kínálják a szervezők. Ezek a tavalyi 25. Szentlőrinci gazdanapok képei. Idén is megrendezik a Baranya megyei vállalkozói központ legnagyobb eseményét, augusztus 2-a és 4-e között. A kiállítók száma változatlan, ez a 400 fölött egy párral, ahogy már megszokhatták tőlünk, és a látogatói létszám tavaly is elérte azt a 25.000-es létszámot, amit már évről évre tud hozni ez a rendezvény. Számokban így lehet röviden bemutatni, mekkora eseményről van szó. Tavaly Horvátország volt a vásár díszvendége, partnerországa. Most is jönnek 27 kiállítóval. Idén Székelyföld a rendezvény partner régiója. Ezért Tőkés László elnök úr lesz, aki személyesen megtiszteli a kiállításunkat, és a megnyitó folyamán köszöntőt is fog mondani. 25 kiállítóval, akik a kézművességtől a turisztikáig minden területet próbálnak bemutatni az ő régiójukból. De érkeznek ezen kívül Németországból, Szlovéniából, Ausztriából kiállítók. De bemutatkoznak a mezőgazdasági szakmákat tanuló helyi fiatalok is. Érdekesség, hogy a vásár legfiatalabb kiállítója csak most kezdi az általános iskolát. Egy volkányi kisfiú, aki kis állattenyésztéssel foglalkozik. Nyilván most még lehet, hogy hobbista, de lehet, hogy a jövő időszaknak egy nagyon komoly tenyésztője válik majd. Úgyhogy vannak ilyen nagyon-nagyon elhivatott, agilis fiatalok, tehát mondjuk itt aki a legfiatalabb, az mindig ugye egy évszám alapján nyer, de vannak mások is, akik csak egy-két évvel, vagy talán még rövidebb idővel úgymond szorultak most a dobónak a második helyére. Óriási technológiai fejlődésen megy át a mezőgazdaság. Naponta kerülnek be újdonságok a növénytermesztésbe, állattenyésztésbe, mondja a kuratóriumi elnök. Most már a kis foltokat is észre lehet venni, a gazt észre lehet venni, gyomokat észre lehet venni, ez a drónos felvételek is már jelentkeznek. Tehát itt vannak az a precíziós vetése, precíziós feldolgozás, megmunkálás, ami most már igény. És hogyha most valaki nem tart lépést ezekkel a folyamatokkal, le fog késni. És ebben a versenyben, ami most jelentkezik belföldön is, természetesen mindenki versenye a másikkal, de külföldre is versenyeznünk kell, hiszen nekünk adottságai megvannak. A meglévő kincsünket, a termőföldünket kell a legújabb technológiával művelnünk, mondja az elnök. Erről hallhatnak majd az érdeklődők a gazdanapokon, hiszen szakmai előadások is szerepelnek a programban Szentlőrincen augusztus 2-a és 4-e között. A nyári időszakban gyakran előfordul, hogy kigyulladnak a mezőgazdasági gépek. Legutóbb Dombóváron történt ilyen. A katasztrófavédelem szakembere azt mondja, ezek a tűzesetek megelőzhetők lennének néhány egyszerű szabály betartásával. Gyakran az okozza a traktorok, bálázógépek leégését, hogy aratás közben rágyújt a gép vezetője, vagy éppen az, hogy nem tisztította meg a gépet az éghető anyagtól. Hatalmas fekete füsttel és lánggal égett egy traktor és egy bálázógép tavaly áprilisban Bátaszéken. A katasztrófa védelem felvételein jól látszik, hogy a gépek teljesen kiégtek. Ezek a képek pedig néhány napja készültek Dombóváron. Itt egy bálázógép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a gép közelében fekvő tallóra, ami egy hektáron égett, és egy tucat bála is lángra kapott. A dombóvári tűzoltók 3 vízsugárral tudták eloltani a tüzet. Nyáron főként aratás idején különösen sok ilyen tűzesethez riasztják a lánglovagokat, pedig elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének ezek a tűzesetek. A legfontosabb szabály az, hogy ezeken a gépeken el kell helyezni egy kézi tűzoltó készüléket. Ez általában elegendő a kezdődő tüzeknek az eloltására. A munkavégzés megkezdése előtt és a munkaközi szünetekben és a munkavégzés befejezésekor is fontos meggyőződni arról, hogy éghető anyag nem rakódott le, mert ha igen, akkor ennek a tisztításáról azonnal gondoskodni kell. Ajánlatos munkaközi szünetben is biztonságos távolságra helyezni a gépet az éghető anyagtól.
Ezzel könnyedén meg lehet előzni a tallótüzeket, miként további alapvető szabályok betartásával is, mondja Ackermann Zsuzsanna. Szigorúan tilos a vezetőfőkékben rágyújtani aratási munkák közben, hiszen egy eldobott cigarettacsik is nagyon komoly tallótüzet tud okozni. Az elmúlt esztendő betakarítási szezonjában országosan 203 mezőgazdasági tűz keletkezett, összesen csak nem 350 hektárnyi területen égett a talló, gabonatábla vagy éppen kazal, valamint 39 kombájn, 17 bálázógép, 8 traktor és 2 pótkocsi gyulladt ki. Újabb fegyvert kapott a progresszív klímavédelem, erről beszéltek a szakemberek Nagyberényben, ahol hazánk első klímaültetvényének ünnepélyes gyérítése zajlott. Az itt található smaragdfák egyik különlegessége, hogy 4-szer annyi széndioxidot képes megkötni, mint más növény. 2013-ban ültették azokat a smaragdfákat, amelyeket ma kezdtek el gyíríteni Nagyberényben, Steyer József klímakutató vezetésével és több akadémia, egyetem, valamint kutatóintézet részvételével fejlesztették ki a nemzetközileg is elismert növényt. Itt ismert Magyarországon honos növényekhez képest közel 10-szeres mennyiségű széndioxidot képes megkötni. Itt látjuk mögöttem, hogy beépíti. Tehát ez nem mese, ez fogható. 6 év alatt fejlődtek ezek a növények akkorát, amekkorára az egyéb hibridjeink itt Magyarországon 15-18 év alatt képesek, vagy az őshonos fáink között van olyan, amely 90 év alatt hozza ezt a teljesítményt. Én azt gondolom, hogy mi nem versenyzünk ezekkel, mi egy olyan biodiverzitást szeretnénk, amiben a klímavédelmet gazdasági alapokra lehet helyezni. A smaragdfa számos különlegességgel bír, például kiváló hőtűrő képessége van, valamint nagyon gyorsan növekszik és 4-szer annyi széndioxidot képes megkötni, mint más növény. A nagyberényi ültetvény 6 év alatt vált gyéríthetővé. A szakemberek szerint a növény új, progresszív alapokra helyezi a globális klímavédelmet. Én úgy apostrofálnám, hogy ez egy ökofa, és azért is ökofa, mert egyébként majd ha bemennek esetleg alá, van egy nagyon jó kis mikroklímája. Durván egy olyan 3-5 fokos hőmérséklet különbséget tud produkálni belül az ültetvény meg kívül, tehát már ez is önmagába véve, pormentes, nagyon erős oxigén felhasználása van, tehát hogy oxigén termel vissza a környezetbe. És hát a leveleim pedig ugye elég intenzív proteingazdagok, tehát az meg egyéb más felhasználásra is alkalmas. Az ünnepélyes gyérítésen részt vett az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke is. Jakab István kiemelte, a smaragdfa nagy lehetőség a klímavédelemben, épp ezért meg kell találni hasznosításának lehetőségeit. Hogy több ilyen ültetvény már most is van kísérleti jelleggel, nyilván az egyes kutatóintézetek, erre szakosodott speciális szervezetek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hallottuk az előbb is, egyetemek, kutatóintézetek bevonásra kerülnek. Nyilván az ő együttműködésükkel és az adottságok figyelembevétele mellett meg kell találni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni az egészségesebb környezet fenntartásához, és ráadásul hogyan tudjuk növelni azt a biomassa mennyiséget, amire szükségünk van. A smaragdfa ültetvény lehetőséget nyújt a köztes növénytermesztésre is, így az így vetett gabona akár 30%-kal nagyobb termést hozhat a kedvező mikroklímának köszönhetően. Minden fűtési szezonban tragédiákhoz vezetnek a nem megfelelően karbantartott kémények. Az esetleges beavatkozásokat ilyenkor szezonon kívül érdemes elvégeztetni. Tolna megyében 2016-ban 41, 2017-ben 44, 2018-ban 27 kéménytűzhöz vonultak a tűzoltók, idén pedig már 17 füstelvezető gyulladt ki. Az ok majd minden esetben a gondatlanság, pedig az ellenőrzések ingyenesek, de sok esetben a kéménysebb még így sem jutnak be az ingatlanokba, a megadott időpontokban sem. Kéménseprők járják a társasházakat májustól augusztusig. Ilyenkor modern eszközökkel átvizsgálják a kéményeket, fűtőberendezéseket, sőt a tűz megelőzésen túl energetikai, légellátási tanácsokkal is ellátják a lakosságot, már ha el tudják ezt az ellenőrzést végezni. Egy felmérés szerint a kötelezett társasházi lakások 17%-ában nem jutnak be a kéménseprők, pedig 2 időpontot is megadnak az ellenőrzésre. A kéménseprő egy újbóli értesítést fog kihelyezni, egy második időpontot
célpontot felajánlva, hogyha ezt követően sem tudja valaki fogadni a kéményseprést, akkor a következő értesítőn egy olyan lehetőséget talál, hogy 30 napon belül köteles időpontot egyeztetni a kéményseprővel. Ha ezt nem teszi meg? Ha ezt nem teszi meg, akkor a kéményseprő átadja az ügyfél adatait a megyei hatósági osztálynak, aki iratbemutatásra fogja felhívni az ügyfelet. A fő szabály szerint, ha a kéményseprők nem jutnak be az egyik általuk megadott időpontban sem a lakásba, akkor több 10 000 forintos bírságot is kiszabhatnak. Információink szerint ugyanakkor ilyenre nem nagyon volt példa Tolna megyében. Akkerman Zsuzsanna azt mondja, különbséget kell tenni az ingatlanok között a szerint, hogy be van-e oda jegyezve gazdasági szervezet. Ha társasházról beszélünk és nincs ilyen szervezet oda bejegyezve, akkor a kémények ellenőrzése a tulajdonosnak nem kerül pénzébe. Szintén ingyenesen ellenőrzik a kéményeket a szakemberek, ha a családi házban nincsen bejegyezve gazdasági szervezet. Ráadásul ez önkéntes is, vagyis a kéményseprő akkor jön, amikor a tulajdonos időpontot foglal. Ha azonban a családi vagy éppen társasház valamilyen szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe, akkor az ellenőrzés kötelező. Ez azt jelenti, hogy a kéményseprést kötelesek vagyunk megrendelni, ugye szilárdtüzelési fűtőegységnél évente, gázüzemű berendezéseknél 2 évente, és ezért a munkadíjat ki kell fizetni. Társasházak esetén érdekesebb a helyzet, hiszen ott már tervezetten zajlik a kéményseprés, ez azt jelenti, hogy a kéményseprő egy értesítés alapján a társasházat felkeresi, kiírja az értesítést, és akkor az ott lévő lakásokat fogja vizsgálni, azoknak a fűtőberendezéseit. A katasztrófa védelem javaslata szerint érdemes előre megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Ugyan még a kellemes nyári napokat éljük, de közeleg a fűtési szezon, és az ellenőrzésekkel megelőzhetőek a kéménytüzek, szénmonoxid mérgezések. Gyermeket és állatot sem lehet tűző napon az autóban hagyni, mert néhány perc alatt 60 fokra tud forrósodni az utastér, és ez akár halálhoz is vezethet. Ám hiába tűnik ez egyértelműnek, minden évben történnek tragédiák. Ebben az írországi parkolóban halt meg egy csecsemő a saját apja autójában 2 éve. A kocsi felforrósodott, a gyerek pedig hőgutát kapott, már nem tudtak rajta segíteni. Néhány nappal később Fóton is hasonló történt, akkor a járókelők ébersége mentette meg a baba életét, betörték az autó ablakait, így szabadították ki. A rendőrség szóvivője szerint nyáron akár már egy óra alatt is felforrósodhat annyira egy autó, hogy veszélyes lehet benne sokáig ülni. Ebből a tragédia, esetleg komoly baj következik be, az bűncselekményt követel. Alapesetben kiskorú veszélyeztetése ez a bűncselekmény, még akkor is, ha a gyerek nem sérül meg, csak a járókelők veszik észre, hogy egyedül várakozik az autóban. De ugyanígy tilos a házi kedvenceket is a kocsiban hagyni nyáron csak percekre is. Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy kis állatot, kis kedvencet se hagyjunk a járműbe forróságban, főleg ne úgy, hogy az autót őrizetlenül hagyjuk, még akkor sem, hogyha lehúzott ablakoknál hagyjuk kedvenceinket, mert aki ilyet tesz, és az állatnak komolyabb baja esik, az állatkényszeres bűncselekményét követi el. Az autóban hagyott csecsemők és kutyák miatt tehát akár több év börtönbüntetés is kiszabható. A szúnyog invázió nem csak az emberre, hanem az állatokra is veszélyt jelent. A lepke szúnyog például a csendes gyilkosként emlegetett szívférgességet terjeszti, ami a kutyákra jelent halálos veszélyt. Az állatorvosok azt mondják, 10 éve még egzotikus betegségként jegyezték a szívférget a tankönyvek, manapság pedig egyre több beteg kutyával találkoznak. Tekereg a szívféreg a kutya szervén. Ezeket a felvételeket idén tavasszal készítette a szekszárdi kutyamenhely vezetője egyik védencük műtétjén. Azt mondja, még 10-15 évvel ezelőtt ez a betegség ismeretlen volt számukra. Manapság a menhelyen élő kutyák jelentős részéről derül ki, hogy szívférges. 10-15 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag ez a betegség még nem fordult elő, és a globális felmelegedéssel most már nem csak más országból behurcolt betegségek vannak, hanem az egész országot érinti nagyon komolyan, és nekünk is ez egy nagyon komoly dilema, mert egyre több kutyáról szerzünk tudomást, hogy vagy mikrofilária fertőzött, vagy pedig szívférges. Baltazárnál is diagnosztizálták a betegséget, el is kezdték a gyógyszeres kezelését, most tesztre érkezett a rendelőbe. Úgy tűnik, még nem sikerült kiűzni a szervezetéből a szívférget. Tolnai Kata állatorvos azt mondja, azért emlegetik csendes gyilkosként ezt a betegséget, mert sokáig semmilyen tünettel nem jár. Akkor már azért akkor már nagyon nagy a baj. Sokszor, tehát tünetmentesen fejlődik hosszú évekig is akár,
És amikor a tulajdonos észrevesz, hogy tünetek vannak, fáradékony a kutya, nehezebben mozog, leül, köhécsel, nedvesen köhög, az már a gyanút felkeltheti. Nyilván ezek a tünetek számtalan másik betegségre is utalnak, de ma már ilyenkor felmerül a szívférgességnek a gyanúja is. A betegséget a szúnyog terjeszti. Ha egy fertőzött kutyát megcsíp a vérszívó, akkor kiszívja a mikrofiláriákat, vagyis lárvákat, amik utána a szúnyogban fejlődnek tovább. Azokat adja tovább a következő csípéssel. A szívféreg akár 30 cm hosszúra is megnőhet, és 7-10 évig is élősködhet a kutya tüdejének, szívének nagyobb ereiben. Tolnai Kata azt mondja, a betegség nehezen kezelhető, és sokszor nem lehet megmenteni a kutya életét, ha már benne vannak a férgek. Ezért az évi egyszeri szűrés elvégzését és a vérszívók elleni védekezést ajánlja a gazdáknak. Többfajta módszer létezik, vagy cseppek, vagy tabletta, vagy pedig távoltartó szúnyogot, távoltartó készítmények, vagy pedig ezeknek a kombinációja. Tolnai Kata elmondása szerint 10 éve még egzotikus betegségként jegyezték a szívférget az állatorvosi tankönyvek, manapság pedig naponta találkoznak újabb és újabb esetekkel. A NÉBI által végzett kutatás is ezt támasztja alá, ami szerint az átlag hőmérséklet emelkedésével a fonalféreg okozta megbetegedések száma is egyre nő. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Akár 3 év börtönt is kaphat az olimpikon, nyelvvizsgát hamisított a diplomaszerzéshez. Rablás, idős férfit bántalmazott két fiatal, mindenét elvették. Ellátogatott a sportoldába a balesetet szenvedett focista, a kisfiút folyamatosan segíti nevelő egyesülete. Meglepetés győzelem a kék szalagon, a Racing Django évfél után ért célba. Nyelvvizsga bizonyítványt hamisított az olimpikon, így akar diplomát szerezni a Pécsi Egyetemen. A Pécsi Járási Ügyészség közokirat hamisítás miatt emelt vádat ellene, akár 3 év börtönt is kaphat a törvény szerint. Információink szerint egy olimpikon cselgáncsozó próbálkozott hamis nyelvvizsga bizonyítvánnyal megszerezni az oklevelét a Pécsi Tudományegyetemen. Már évek óta próbálkozott, hogy letegye a kötelező nyelvvizsgát, de nem sikerült neki. A férfi e-sportolóként végzett a Pécsi Tudományegyetemen még 2010 évben, azonban a diplomáját nem kapta meg, nem tudta megszerezni, ugyanis nyelvvizsgával nem rendelkezett. Az évek alatt többször próbálkozott a nyelvvizsga letételével, azonban ez nem sikerült neki, ezért 2017-ben elhatározta, hogy más módon próbál nyelvvizsga bizonyítványt szerezni, mégpedig oly módon, hogy hamisított egy ilyen bizonyítványt. Az interneten egy ismeretlen személlyel kapcsolatba került, majd az adatait megadta, és ezt követően Budapesten vette át a hamis nyelvvizsga bizonyítványt. Ezt ez év tavaszán vitte be az egyetem tanulmányi osztályára. Azonban ott hamar kiderült az ellenőrzés során, hogy hamis az irat, amely angol középfokú, sikeresen letett nyelvvizsgáról tanúskodott. Az élsportoló cselekedete kimeríti a közokirat hamisítás büntetét. Ez a cselekmény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Az ügyben most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. Több mint 5 millió forintnyi ékszert, készpénzt és más nagyértékű használati tárgyakat loptak el egy szekszárdi családtól. A házukba törtek be, miközben ők nyaralni voltak. A rendőrség most azt kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről, jelentkezzen. Ebben a szekszárdi utcában lakik a család, akiktől a több millió forintnyi értéket ellopták néhány napja. Nem tudni pontosan, mikor mentek be a betörők az ingatlanba, a család éppen nyaralt ugyanis. Amikor hazaértek, akkor vették észre, hogy óriási károkat okoztak nekik a tolvajok. Közel 5 millió forint értékben különböző értéktárgyakat loptak el, ezek között készpénzt, aztán számlatömböt, különböző bélyegzőket, valamint számos aranyékszert is. Mutatjuk képeken is, milyen ékszereket vittek el a családházából. Az egyik képen egy hatalmas aranypecsétgyűrű látható, de vastag karkötőt és nyakláncot is találtak a házban. A rendőrség most azt kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről, jelentkezzen. Személyesen jelentkezzenek a szekszári rendőrkapitányságon, vagy a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon, hívják a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámot, vagy amennyiben személyazonosságukat nem kívánják megadni, akkor hívják az ingyenesen hívható telefontanú hívószámát. Úgy tudjuk egyébként, hogy a megkárosított család tagjai azt tervezik, hogy nyomravezetői díjat is felajánlanak annak, aki bármit tud az ellopott értékeikről.
Idős férfit rabolt ki egy 15 és egy 16 éves fiú Szekszárdon. A kamaszok súlyosan bántalmazták a 64 éves áldozatot, majd mindent elvettek tőle. A bankkártyájával pénzt is megpróbáltak felvenni egy bankautomatából, ezért a rablás mellett sikkasztásért is felelniük kell. Itt a szekszárdi buszpályaudvartól nem messze támadták meg az idős férfit. Budapestről érkezett, épp az osztálytalálkozójára sietett. A 15 éves fiú előbb elgáncsolta, majd kitépte a táskát a kezéből. Minden értékét magával vitte az erőszakos támadó. Az idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A fiú cselekményét elismerte, és elmondta, hogy a férfit pénzszerzési szándékkal rabolta ki. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a fiú egy másik társával együtt a cselekményt követően rövid időn belül az ellopott bankkártyával, a férfi ellopott bankkártyával pénzt próbált meg felvenni, ami azonban sikertelen volt. Éppen ezért a támadónak nem csak rablás miatt kell majd felelnie, hanem csalás és még más bűncselekmény miatt is nyomozás indult ellene. Tekintettel arra, hogy a 15 éves fiú a bankkártyán kívül a férfi iratait, valamint BKV bérletét is ellopta, ezért őt okiratta a visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is kihallgatták az ügyben. A fiatal támadónak tehát legalább 3 bűncselekmény miatt kell majd felelnie. Úgy tudjuk, hogy a nyomozók egy másik 16 éves gyanúsítottat is kihallgattak az ügyben. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Közeleg az idei Szamárfül Fesztivál, Pécs kulturális városrésze az iskolakezdés előtt óriási játszóházzá változik, ahol a kézműves és zenei foglalkozások mellett zenés és bábszínházi előadásokra is ellátogathatnak kicsik és nagyok egyaránt. Fellép többek között Grillus Vilmos, a Rutkai Bori Banda, a Kifli Zenekar, Bíró Eszter, a Hangerdő Társulat és lesz Kokopelli Jazz Matiné. A barokk operák előadásában avatott, világhírű francia énekművészek tolmácsolásában hallhatjuk szeptemberben Pécsett, az opera balett koncertszerű korhű feldolgozását. A hamarosan a Kodály Központban hallható színpadi mű közel 300 éves, az évek során méltatlanul feledésbe merült, valószínűleg egy kiváló opera most hangzik el először a 18. század óta. Az előadáshoz és a lemezfelvételhez a modern kiadást kifejezetten erre az alkalomra készítették elő. Arany Akkord koncert lesz hamarosan a Zsolnai negyedben. Az Arany Akkord Kis Tibi és Vastag Gábor projektje. A két jó barát és kolléga már 10 éve ír közösen dalokat filmzenéhez, egyéb projektekhez. Vastag Gábor több Quimby lemez felett bábáskodott producerként is. Az Arany Akkord egy dalkeltető, a pillanat szülte számok otthona. Koncertjeik is ezt a szobazene hangulatot idézik meg. Kamarás Iván, egy fes pesti este. A 20-as évektől a 60-as évekig lüktető, magyar, nem csak filmzenéi. A meseautótól a jamaikai trombitáson át a kicsit szomorkás a hangulatomtól a Villa Negráig Kamarás Iván előadásában. A dalok a múltba repítenek ugyan, de az egy fes band zenészei leporolják azokat. Budapest Bár és Kamarás Iván rajongóknak kötelező, a többieknek kiemelten ajánlott. Munkácsi Mihály alkotásai a Zsolnai negyedben, a világhírű magyar festőzseni kiállítása Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából május 17-én megnyitotta kapuit, és fél éven át lesz megtekinthető az M21-es galériában. A kiállításon Munkácsi festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai és az életére dokumentáló fotóanyag is szerepel. Összesen 58 mű és közel 20 fotó. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! A szórakozási lehetőségek mellett a bűncselekmények is megszaporodhatnak a nyár folyamán, ezért érdemes fokozott figyelmet fordítani értéktárgyainkra. A strandlopások, a besurranásos lopások, a gépkocsi feltörések minden nyáron visszatérő problémát, veszteséget jelenthetnek bárki számára. A zsúfolt strandok, az őrizetlenül hagyott táskák és strandfelszerelések kiváló alkalmat teremtenek a tolvajok számára. Fontos, hogy értékeket, mobiltelefont, pénztárcát, nagyobb összeget ne vigyünk magunkkal a vízpartra. Ugyanilyen veszélyt jelent a véletlenül vagy tudatosan nyitva hagyott ablak, ha nyaralni megyünk. Ez kedvez a besurranásos lopásoknak, mondja a dr. Vitális Ágnes, rendőralezredes.
A strandon keressék meg az értékmegőrző szekrénykéket, általában a legtöbb strandon ilyen található, és hogyha visznek magukkal értéket, akkor mindenképpen helyezzék el ott. De egyébként azt is ajánljuk, hogy ha lehet, akkor fölösleges értékes holmit ne vigyenek magukkal a strandra, tehát ott valószínűleg nem lesz szükség egy második, harmadik telefonra, vagy tabletre, vagy esetleg nagyobb pénzösszegre. Tényleg csak a minimális értékeket érdemes a strandon magunkkal vinni. Hogyha esetleg nincsenek értékmegőrző szekrények, akkor pedig a társaságból valaki mindig maradjon a csomagokkal, az értékekkel, amíg a többiek fürdenek, addig valaki maradjon kinn a parton és vigyázzon ezekre. Fontos beszélni a gépkocsik nyitva hagyott ablakainak köszönhető lopásokról, autófeltörésekről. Ha az ablak vagy az ajtó véletlenül nyitva marad, nagyon egyszerű dolga van a tolvajnak. Sok magánlakásban, családi házon már vagyonvédelmi kamera is van. A rendőrségnek a bűnözők megtalálása, elfogása esetén sokat segítenek ezen kamerák felvételei. Az utóbbi időszakban több olyan ügyünk is volt, amelyet kamerafelvétel segítségével tudtunk felderíteni. Ilyenkor az elkövető általában látszik a felvételeken, és hogyha ezek a felvételek értékelhetőek, esetlegesen éjszakai felvételeken is jól látható az elkövető, akkor ez nekünk nagyon nagy segítséget jelent. Javasolni szoktuk azt is, hogy lehetőség szerint ugye a kamera egy felvevő egységgel is legyen összekapcsolva, hogy megmaradjanak legalább néhány napig az elkészült felvételek. Olyan rendszerek is vannak ma már a mobiltelefonokon, amelyeken a lakástulajdonos figyelni tudja, mi zajlik az otthonában. Ezeket is érdemes rátelepíteni telefonjainkra, teszi hozzá a Pécsi Rendőrkapitányság megelőzési alosztályvezetője. Az értéktárgyaink megóvása elsősorban saját feladatunk, ezért például a hétvégén július 19-én 8-tól délig ingyenes kerékpár regisztrációt tartanak a Pécsi Rendőrkapitányságon, a Varga Damján utca 3-ban. A nyár a fesztiválok szezonja, rengetegen látogatnak el hosszabb, rövidebb időre az ország hatalmas tömegrendezvényeire. A rendőrség viszont arra figyelmezteti a fesztiválozókat, hogy legyenek óvatosak, mert könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. Több százezeren keresik fel nyaranta az ország különböző fesztiváljait, a többnapos zenés rendezvények látogatása viszont akár rémálommá is válhat. A gyanútlan fesztiválozók ugyanis könnyű prédáknak számítanak, például a rendezvényekre specializálódott tolvajok számára. A rendőrség alosztályvezetője szerint viszont nem csak azt fontos megtudni még az indulás előtt, hogy például mit lehet és mit nem lehet bevinni egy-egy fesztiválra, hanem az is hasonlóan lényeges, hogy különösen figyeljünk oda az értékeinkre. Érdemes gondoskodni a járművek, ha járművel megy, járműveknek a biztonságos tárolásáról, a parkolóban zárt autót hagyjanak ott, ne hagyjanak értékeket, és hogyha mondjuk kerékpárral közelítik meg a helyszínt, akkor használják a biciklitározókat, és zárják le a kerékpárokat is. Hasonlóan fontos az is, hogy csak annyi pénz és más érték legyen a fesztiválozóknál, amennyire előre láthatóan szükségük lesz. Fizetéshez lehet használni bankkártyát, nem feltétlenül szükséges nagyobb készpénzt maguknál tartani, de ma már elég népszerű a fesztivál szervezők körébe különböző fesztivál kártyák használata, ez minden szempontból előnyös, és biztonságos fizetésre ad lehetőséget. És az szakértő szerint a megérkezéskor érdemes átnézni azt is, hogy merre találhatóak a katasztrófavédelem által kijelölt menekülési útvonalak. Idén második alkalommal rendezték meg a Baranyai Vargán az elszármazottak napját. A település jelenlegi és egykori lakosai szentmisén, közös ebéden és kulturális programokon vehettek részt. A rendezvény célja a közösségi kapcsolatok megerősítése. Készül a babgulyás a Baranya megyei Vargán. A település faluházának udvarán gyűltek össze a jelenlegi és egykori lakosok. A hétvégén ugyanis második alkalommal rendezték meg az elszármazottak napját. Mint a legtöbb rendezvényen, ezúttal is Marika néni készítette a finom ebédet. Korábban Vargán élt, de mindig szívesen tér vissza a közösségbe. Nagyon szép és nagyon aranyos emberek vannak, nagyon szeretek idejönni. Mindenki kedves, művelt, intelligens. A településen egyébként 80-an élnek. A lakosok között van olyan, aki 20 évvel ezelőtt költözött Vargára. Megszerettem ezt a falut. Volt egy jó vételi lehetőségem, vettem egy gyönyörű házat, a komlói lakásomat eladtam, mit tudom, 1 800 000 forint, és annyira vettem itt Vargán 1 500 000 egy szintes házat.
és most abban lakok 20 éve, azt építgetem. A találkozó programjai között szerepelt a búcsúi szentmise is, melyen elszármazottak és helybeliek együtt vettek részt. A templomi szertartáson megemlékezhettek szeretteikről, ismerőseikről. A település polgármestere azt mondja, érdemes ilyen napokat szervezni. Amikor 2 évvel ezelőtt megtartottuk ezt a találkozót, akkor úgy vettem észre, hogy ugye az idősek sokkal szívesebben mesélnek, hogy régen mi volt itt, hogyan, és mi fiatalok nagyon sok újat megtudtunk, hogy mi hol merre található volt, és nagyon sok fényképet hoztak, amivel ugye meg tudtuk nézni, hogy régen volt egy kastélyunk is. A programot egyébként egy pályázat keretében szervezhették meg a vargaiak, akik konzorciumi tagként vesznek részt a projektben a sásdi önkormányzat mellett. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon Krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Met Marquest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva a galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Tavaly szeptemberi balesete óta először járt a pécsi sportoldában Gergely Áron. A kisfiú családja rendkívül hálás a nevelőegyesületnek, hiszen nem csak jótékonysági labdarúgó tornát szerveztek, hanem folyamatosan segítik Áron felépülését, és érte is fociznak a gyerekek. Három válogatottal a soraiban az MLS sportolda U14-es lánycsapata kezdte meg éppen a felkészülést. Taps fogadta Áront, aki szemmel láthatóan örült, hogy újra focisták között lehet. Mint arról beszámoltunk tavaly szeptemberben, Gergely Áron éppen edzésre sietett a pécsi sportoldába, amikor elütötte egy autó. Azóta a sportoldások Áronért is fociznak. Gyánó Lilit, valamint Krisztián Petrát beválogatták a korosztályos válogatottba, Bolboaka Karina pedig meghívást kapott a román és a magyar válogatottba is. Karina a több játék lehetőség reményében a román válogatottságot választotta. Áron most az ő edzésüket látogatta meg. Gyánó Lili Kaposvárról érkezett Pécsre. Nagyon fontos, nagyon örülök neki. Még nagyon sokat kell dolgoznom, hogy ebbe rendesen bekerüljek. Ugye még csak a nyugatiba vagyunk benne, 4 csoportra van osztva. Hát nagyon sokat jelent, nagyon örülök neki. A pécsi sportoldában családias a légkör. Természetes, hogy a kezdetektől egy emberként küzdöttek Áron felépüléséért, és gyűjtöttek a gyógykezelésére. Nekünk rengeteg számít, ha Áron megint velünk legyen. Megmondom őszintén, az is hoztunk kicsit ide csarnok, hogy megint kicsit visszaemlékszi a régi idő. És december, mikor lesz a nagy nemközi lántorna, nagyon remélünk, hogy velünk lesz is, a kezőrugasok fog végezni. A lányok komoly munkába kezdtek a héten, hiszen tavaly második helyen zárták a Leány U14-es bajnokság délnyugati csoportját, és idén is kemény csaták várnak rájuk.
Támogasd az iskolakezdést ott, ahol a legnehezebb a szeptember. A Baptista Szeretetszolgálata tanév végén hirdette meg akcióját, melynek során új vagy jó állapotú tanszereket gyűjthettek a baptista fenntartású intézmények tanulói és a pedagógusok. A pécsi Cserepka iskola az országos verseny második helyén végzett, ezzel több mint 100 hátrányos helyzetű fiatal iskolakezdését könnyítik meg. Minden gyereknek meg kell adni az esélyt, hogy teletáskával kezdje az új tanévet, jól tudják ezt a Cserepka iskolában. Táskák, füzetek, írószerek, könyvek és tolltartók. Mindezeket az intézmény tanulói, a pedagógusok és természetesen a szülők gyűjtötték össze a tanév végén, hogy azokat segítsék, akik ezeket nem tudták volna megvenni. Az akciót a Baptista Szeretetszolgálat hirdette meg saját fenntartású iskolái között. Baptista iskola lévén nem volt kérdés, hogy csatlakozunk ehhez a gyűjtéshez. Mindenképpen szerettünk volna segíteni, dolgoztunk már mi is hátrányos helyzetű tanulókkal, így tudjuk azt, hogy mennyire nehéz tulajdonképpen a szülők és számukra az iskolakezdés, illetve a tanévkezdés. Nagyon hálásak vagyunk a szülőknek és a diákjainknak, hiszen a segítségükkel rengeteg füzet, iskolatáska, tolltartó, tanszer, írószer gyűlt össze, így több mint 100 gyermeknek tudjuk megkönnyíteni az iskola kezdését. A gyűjtésnek és egy pécsi papíripari cég felajánlásának köszönhetően az iskola az országos versenyben az előkelő második helyet szerezte meg, de a pedagógusok a saját diákjaiknak is szeretnének kedveskedni az iskola kezdésre. Fejlesztő játékokat festettek fel az udvaron. Hát a legelején ugye a szokványos régi módi ugróiskola van, amit színekkel emeltünk ki. Ennek nem csak az a jelentősége, hogy végigmennek a gyerekek ugrálva, hanem az egyensúlyozási készségüket is fejleszti. Az összetett feladatsor több részképességet fejleszt, mint például a térbeli tájékozódást, az egyensúlyozási készséget vagy a koncentrációt, de a gyerekek mozgás kultúráját is bővíti. Én egyrészt azt gondolom, hogy mind a szabadidős tevékenységben, mind az órai keretekben fontos jelentősége van annak, hogy játszva tanítsuk meg a gyerekeket, és ez pedig egy olyan lehetőség, amit hogyha majd megismernek, akkor az önálló játékuk során is önmagukat fejlesztik játékkal tulajdonképpen. A tervek szerint az iskola udvarát még több fejlesztőjátékkal és egyéb sporteszközzel is bővítik a közeljövőben. Tankokkal, harcászati eszközökkel és légi bemutatóval is várták az érdeklődőket a Balatonnál az első ízben megrendezett hangárfesztiválon. Korabeli magyar, szovjet és német katonák elevenítették fel a történelmet, az izgalmas bemutatókra több mint 10 000-en voltak kíváncsiak. Folyamatos tűzzel próbálják a magyar és német erőket visszaszorítani. A II. Világháború egyik csata jelenetét elevenítették fel a hangárok mögötti területen. A hadi bemutatón többek között a tapolcai és a soproni hagyományőrző egyesületek tagjai vettek részt, akik szovjet, német és magyar katonaként mutatkoztak be a népes közönségnek. Az attrakciót sokan kísérték figyelemmel, még a hangárokra is felmásztak, hogy jobban láthassák az előadást. A bemutatón megismerhették az érdeklődők a harcászati gépjárműveket, többek között egy eredeti Tigrist is, de repülő manőverekkel is elkápráztatták a nézőket. Az előadást korábban már 7 hadifesztiválon mutatták be. Mindig próbálunk valahogy a helyszínhez egy kicsit kapcsolódni. Ez a helyszín, ugye az Zala megyében vagyunk, a zalai olajmezőknek a védelme Nagy-Lengyel környékén. A balatoni csatát, meg ezeket a zalai csatákat, ezeket eléggé elfeledte a történelem, holott szerintem ugyanolyan nagy csaták voltak, mint akár az Ardenek kiütközet, akár talán a Kursz kiütközet nem, de vagy akár a budapesti kitörés. A balatoni csatáknak egy ilyen epizódját adjuk elő. A hangárfesztivált első alkalommal szervezték meg. A hadi bemutató mellett különböző kiegészítő rendezvényekkel, repüléssel, tankbemutatóval, katonai öltözékekkel és egyéb hadi programokkal várták az érdeklődőket. Ezek között soknak pozitív volt a visszhangja, elnyerte a nézők tetszését. Inkább a hadifesztiál maga, majd itt a bemutató, meg ugye maga a tankban. A látogatók száma a várakozáson felüli volt, több mint 10 000 fő fordult meg a helyszínen. A szervezőket is meglepte a siker, bár eredetileg is a színesebb kínálat miatt több tényezőre helyezték a hangsúlyt. Elsősorban mindenképpen a családoknak a szórakoztatására, és arra a hagyományőrzésre, ami egy kicsit így eltűnt, de eléggé nemzetközire sikerült. A szervezést januárban kezdték el.
A folytatáson már most gondolkoznak a szervezők, jövőre új attrakciókkal szeretnék színesíteni a programot. Rendkívül gyenge szélben zajlott az 51. Kékszalag nagydíj első versenynapja. A győztes csapat a Racing Django éjfél után ért célba. A Petrányi Zoltán kormányozta katamarán 15 óra 37 perc alatt teljesítette a légvonalban több mint 150 kilométeres távot. Több százan gyűltek össze a Kékszalag céljánál csütörtökön este. Kicsik és nagyok együtt várták a befutó hajókat a kikötőben. A közönségnek 15 órát és 37 percet kellett várnia az első befutóra. Idén Petrányi Zoltán és a Racing Django bizonyult a leggyorsabbnak. A fiúk azt mondták a rajtnál, hogy nyugodjunk meg, nem mi vagyunk az esélyesek. Én mondtam, hogy én nem tudok úgy versenyre elindulni, nem az a típus vagyok, aki félváról veszi, úgyhogy már a rajtnál is úgy álltunk föl, hogy mi nyerni akarunk. Idén rendkívül gyenge szélben kellett vitorlázniuk a versenyzőknek. Az időjárás feladta a leckét a Racing Django csapatának is, így elsősorban a taktikára alapozták a 155 kilométert. Másodikként az MKB Extreme Sailing Team csapata ért a célba 15 óra 53 perces eredménnyel. Hosszú volt a verseny sok helycserével, alapvetően nagyon-nagyon boldogok voltunk nyilván, hogy második helyre sikerült ezt az elég kemény meccset lehozni. Öröm az örömben igazából az, hogy második helyre be tudtunk jönni, mert a végén azért elég elérhető volt akár az első hely is, de sajnos eltaktikáztuk magunkat itt a végén. A Racing Django egy kicsit jobban csinálta a dolgot, de alapvetően nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Mindenki nagy meglepetésére a 13-szoros kékszalag győztes Litkei Farkas a harmadik helyen, amíg a tavalyi abszolút befutó Roland Gébler negyedikként ér célba. Hát az a Rafika érkezik itt vonta kötélen, felvont nagy vitorlával, amelyik már megnyerte a Bódeni Tavi versenyt. A Rafika összetettben ötödik, amíg az egytestű hajók kategóriájában első helyen futott be éjjel egy óra után a célba. A csapat elcsigázottan üdvözölte a közönséget. A Rafikát tartották az egyik legesélyesebb befutónak az 51. kékszalagon, hiszen sorra nyerte az elmúlt hónapokban Európa legnagyobb tókerülő versenyeit. Most azonban nem várt problémába ütközött a csapat. Későn vettük észre azt, hogy hénarunk van, és ezzel egy szóval egy 20 percet, fél órát mentünk, hogy azt éreztük, hogy lassul a hajó, de azt hittük, hogy eláll a szél, de sajnos nem az volt, hanem az, hogy belementünk egy hinárba, ami nem a víz tetején volt, hanem egy kicsit lejjebb, és csak akkor vettük észre, mondom, amikor utolért a testvérhajónk, vagy legalábbis nagyon közeledett. Európa legnagyobb és legrégibb vitorlás versenye mára egy igazi fesztivállá nőtte ki magát, hiszen az izgalmas verseny mellett a Magyar Vitorlás Szövetség számos programmal is készült az érdeklődők számára. Hétvégén Paksra érkezett a Nemzetközi Dunatúra, melyet idén már 64-szerre rendeztek meg. 8 ország érintésével Ingolstadttól a Fekete-tengerig közel 2500 kilométert eveznek a résztvevők. A legtöbben a dunamenti országokból csatlakoztak, de volt közöttük amerikai, ausztrál, holland, olasz és svéd evezős is. Szombaton a kora esti órákban érkeztek Paksra a 64. Nemzetközi Dunatúra evezős résztvevői. A Nemzetközi Dunatúra Európa leghosszabb vízitúrája, mely a Fekete Erdőtől a Fekete-tengerig halad. A résztvevők összesen 2455 folyamkilométert eveznek. A Dunatúrát vendégül látó városok jóvoltából gyakran a helyi szokásoknak megfelelő meleg étel is várja a nehéz sorsú túrázókat. A paksi partszakaszon 95-en kötöttek ki szombaton, ahol kellemes fogadtatásban volt részük. Az önkormányzat jóvoltából egy vacsorán vehettünk részt, illetve itt az atomerőmű sportcsarnok, atomerőmű kajakkenu telepén tudtunk megszállni. Alpolgármester úr fogadta a népes társaságot, és kívánt nekünk jó utat a továbbiakra. Már szorgosak a táborlakók, kipihenték előző napi fáradalmukat. Vasárnap korán reggel többen már szedték is a sátorfájukat, és útnak is indultak. De van, aki még komótosan reggelizik.
Hajóikona jelzés, hogy honnan érkeztek. Legtöbben a dunamenti országokból csatlakoztak, de volt közöttük kaliforniai, ausztráliai, holland, olasz és svéd evezős is. Egy amerikai fiatal, mint megtudtuk, először vesz részt ezen a túrán, Ingolstadttól egészen a Fekete-tengerig megy velük. A felkészülésemet futással segítettem. Otthon Kaliforniában kajakszörfözöm, ott többet a hullámokon, itt pedig több az evezés, túrázás. Vasárnap az egyik leghosszabb magyarországi szakasz várta a résztvevőket. A következő táborhelyük Baján van, 52 kilométert eveznek pihenés nélkül odáig. A Fekete-tengerhez körülbelül egy hónap múlva érkeznek meg. A nemzetközi Dunatúrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok. Ennyi volt mára a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!